A pártok is kampányolnak országszerte. A Jobbik frakcióvezetője Budapesten arról beszélt, bár arra törekszenek, hogy az ellenzéknek mindenhol egy közös jelöltje legyen, ezt nem lehet maradéktalanul megvalósítani. A kormánypártok szerint elérték a céljukat, hiszen minden legalább 10 000 lakosú településen állítottak jelöltet. Kósa Lajos kampányfőnök azt mondta, több mint 7,5 millió választónak lesz lehetősége fideszes vagy a párt által támogatott polgármester jelöltre szavazni. A politikus szerint az ellenzék stratégiája pedig megbukott. Úgy futunk neki ennek a választásnak, ahogy korábban még soha. Először történelminek nevezte az ellenzéki pártok közötti választási együttműködést a Jobbik szóvívője. Jakab Péter nem sokkal később viszont elismerte, hogy nem volt mindenhol zökkenőmentes az egyezkedés, és azt is, hogy képtelenség lett volna mindenhol egy közös jelöltet állítani. Nem könnyű 3200 sikeres receptet megtalálni, valahol ez maradéktalanul sikerül, valahol kevésbé. Hajdúszoboszlón például olyannyira nem sikerült, hogy a Jobbik helyi szervezete feloszlatta magát, miután a párt országos elnöksége úgy döntött, Hajdúszoboszlón is beállnak az ellenzék közös jelöltje mögé. Válaszul a helyi jobbikosok kiléptek a pártból, így a fürdővárosban például már nincs helyi képviselete a Jobbiknak. Nem értették meg azt az üzenetet, hogy nem a jobb, meg nem a baloldal a fontos. A Jobbik szóvívője ezt azzal magyarázta, hogy néhányan nem értették meg az összefogás fontosságát. Gyurcsány Ferenc pedig éppen a Jobbikkal való összefogásról elmélkedett közösségi oldalán. A DK elnöke azt fejtegette, hogy mostanra megszűnt a korábban áthidalhatatlannak vélt távolság a bal és a jobboldali ellenzék között, mert a Jobbik mérsékelté vált. Az újpesti szocialisták viszont nem így látják. Ott az MSZP nemzetiségi tagozatának alelnöke olyannyira nem tudott megbékélni a Jobbikkal, hogy bejelentette, kilép az újpesti MSZP-ből, mert számára elfogadhatatlan az együttműködés az idézem szélső jobboldallal. Az ellenzék stratégiája az megbukott. A teljes összefogásra vonatkozó stratégia megbukott, hatalmas kudarccal indulnak az önkormányzati választáson. Így értékelte az ellenzék jelenlegi állapotát a kormánypártok kampányfőnöke. Kósa Lajos arról beszélt, jelen állás szerint az ellenzék a 10 000 fő feletti települések mindössze egyharmadában tudott egyáltalán jelöltet állítani. Az eredeti célt, vagyis hogy egy ellenzéki jelölt álljon szemben a kormánypártok jelöltjével, pedig mindössze 31 településen sikerült elérni. A Fidesz-KDNP választási kampánya kapcsán Kósa Lajos arról beszélt, a kormánypárti jelöltekre szinte mindenhol lehet majd szavazni. Majd úgy fogalmazott, ők az ellenzékkel ellentétben az építkezés és a fejlődés pártján állnak. Mi az építkezés, a fejlődés pártján állunk, és ezt nem háborúval, hanem együttműködéssel lehet elérni. Az építkezésnek, a fejlődésnek biztosan nem az az útja, hogy elkezdünk háborút vívni az egyébként 2022-ig nyilvánvalóan hivatalban lévő kormánnyal, hanem valamilyen módon együttműködünk vele. Tehát az egyik oldalt ez a háborúskodás, békétlenség, gyűlölet, a másik oldalt az építkezés, a gyarapodás, a fejlődés. Szombaton egyébként a kampány első napján országszerte csaknem 320 000 ajánló ívet adtak ki a választási irodák, több mint 4 000 ívet pedig már vissza is vittek az irodákhoz.